6 óra 20 perckor szoktam felkelni, ami általában zökkenőmentesen szokott menni. Ezután következik a tipikus reggeli rutin, ami a fürdőben indul. Most ugye a fürdőről van szó, emlékeztek arra a videóra, amiben ezt a kádat megtöltöttem zselével? Ezt most is könnyedén elérhetitek a Jelly Buff segítségével, ami a mai videó szponzora is egyben. Elképesztően sokan kértetek, hogy Bálint végre legyen már egy szponzoráció, szóval tessék, remélem boldogak vagytok. Csak szorj egy kis port a vizetbe és perceken belül színes zselévé változtatja azt. Többféle színben kapható. A semleges tő porra elkeverve újra vízállagú lesz és könnyedén leengedhető a fürdőkádban. Szóval, hogyha ti szeretnétek egy kádnyi zselét, akkor ezt a játéksziget webshopban meg tudjátok venni. A termék teljesen bőrbarát és biztonságos. Ezután a tipikus reggeli rutin jön. Arcmosás, kávé, vitamin, reggeli, felöltözés, fogmosás és haj. Szeretem pozitívan indítani a reggelemet, ezért köszönök mindig a szomszédaimnak. Csokolom, Magdéni! Fogd fel a pofát! A buszon zenét hallgatok, ami egy jó kikapcsolódás. Amikor beértem az iskolába, egyszerűen átkapcsol az agyam és elképesztően nagy koncentrációval tanulok. A visszafelé úton egy jó kis podcastet szoktam hallgatni. Bálint, és látod, magának ugyanúgy Elliot van, meg ilyenek. 50 perc után, amikor végre hazaérek, van egy kis időm pihenni. Ezt a kis időt is szeretem produktívabban tölteni. Ilyenkor válaszolok a kommenteitekre, megnézem, hogy minden rendben van-e a csatornán, egy kicsit instagramozok, meg ilyenek. Ó, de nincs megállás, mert ideje edzeni. Amióta abbahagytam 8 év után a karatét, konditerembe járok, és nagyon nagy részévé vált az életemnek. Nagyon élvezem. Most jön a nagy kedvenc, a tanulás, aminek a legnagyobb ellensége a telefon. Aztán gyorsan válaszolok az e-maileimre. Általában tele van felkérésekkel óriási cégektől, akik könyörögnek pár szponzorációért. Na szia tesó, ez az Apple, legyen már ilyen szíves, hogy bemutatod az új iPhone-t. Na majd tali, puszi. A nap végére még gyorsan letusolok és elvégzem a szokásos dolgaimat. I can't explain how it was. Houdini had me puffin' on that Buddha getting buzz. Cause still I was. Them block parties in the projects and on my block. You don't stop sippin' on. Remélem tetszett nektek ez a videó. Jövő héten valamikor fel fogok tölteni egy olyasmi dolgot, amiben elmondom, hogy pontosan mi folyik most, miért nincsen olyan sok tartalom a csatornán. Addig is remélem mindenkinek nagyon jól telik a tavasz. Nagyon szép idő van, élvezzétek ki. Ne felejtsetek el mosolyogni. Sziasztok!